Ez az egészségügyi világnap, a 90.9 Jazzin is, és ahogy ígértem, már is itt van a vonalban dr. Peták István, rákkutató. Szia, nagy szeretettel, köszöntelek! Üdvözöllek, én is nagy szeretettel. Mindig örülök, mikor beszélünk. Hol tart manapság a rákkutatás? Hogyan fejlődött az utóbbi időben? Az utóbbi években nagy áttörések történtek, hiszen lezárult egy fontos szakasz a rákutatás történetében, illetve a közelében vagyunk, amit úgy hívnak, hogy Cancer Genome Atlas Project. Ez azt jelenti, hogy szisztematikusan megvizsgáltuk nemzetközi összefogással több kutatócsoport, hogy milyen génekben vannak azok a génhibák, amik a rák kialakulásáért felelősek. Uh-huh. Ez nagyon reménykeltően hangzik. Igen, tehát az izgalmas az, hogy ma már tudjuk, hogy a körülbelül 25-30 ezer génből, ami az emberi teljes génkészlet, valójában körülbelül 500-550 olyan gén van, aminek a meghibásodása daganatot okozhat, és ez a szám az gének számához képest nem is olyan nagy. A problémát az jelenti, hogy egy adott betegben sokszor nem is csak egy génben van hiba, hanem egyszerre kettőben vagy háromban, és olyan célzott gyógyszereket kell most találnunk a betegek számára, amik egyszerre gátolják az összes génhibát, ami a betegben kimutatható. Ez nevezhető egyfajta áttörésnek, mert ha jól értem, akkor nagyjából ez azt jelenti, hogy előre megmondható bárkiről, hogy mekkora esélye van bizonyos daganatfajtákra. Itt elsősorban a legnagyobb előrelépés abban van, hogy tudjuk, hogy személyre szabottan milyen terápiát kellene kapni a betegnek. A génhibák egy része öröklődő, egy része szerzett. Az öröklődő génhibák valójában csak a daganatok 10%-áért felelősek, és a legtöbb génhibát azt az életünk során szerezzük. A célzott gyógyszerek egyaránt támadhatják a veleszületett génhibákat és a szerzett génhibákat is. De nagyon fontos azt látnunk, hogy ebből az is látszik, hogy a daganatok kialakulásáért leginkább az életünk során szerzett káros hatások felelősek. Hát akkor megint ott vagyunk az életmódnál. Igen. Tehát nagyon sokat tehetünk azért, hogy csökkentsük a kockázatunkat. Rengeteg kutatás történt ezen a területen is. A legmegdöbbentőbb az, hogy a rendszeres testmozgás, ami ilyen nagyon elcsépeltnek tűnik, valójában a legfontosabb, tehát akár napi fél óra séta, kocogás is, akár bizonyos rák típusok kockázatát, akár 50%-kal is csökkentetem, egy megdöbbentő szám. Annyira megdöbbentő, hogy nem is teljesen értjük még ennek a mechanizmusát, hogy ez hogy lehetséges, de ezt mutatják a statisztikák, hogyha valamit átadhatok a hallgatóknak, talán az, hogyha egy villamos megállóban hamarabb szállnak le, és elsétálnak a munkájukra, mert azzal is nagyon sokat tettek a kockázatuk csökkentése érdekében. Még egy rövid kérdés. Mi a tapasztalatod arról, hogy milyen szemlélet vezet a gyógyuláshoz? Arra is vannak bizonyítékok, ezek nem csak mendemondák, hanem konkrét klinikai vizsgálatok mutatják, hogy akik hisznek abban, hogy tovább élhetnek, gyógyulhatnak, azok ténylegesen tovább is maradnak életben. Tehát a pozitív hozzáállás mindenképpen segít. Ez részben nyilván azért is van, mert ezek a betegek, akik részt vesznek például klinikai vizsgálatokban, ahol hozzáférhetnek a jövő gyógyszereihez, és ezzel már a most elérhető lehetőségekhez képest is statisztikailag nagyobb eséllyel juthatnak gyógyító kezelésekhez. Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy tudtál egy kis időt szakítani, mert tudom, hogy most egy kongresszuson vagy. Így van. Folyamatosan harcolunk, hiszen most a daganatos megbetegedések kezdik átvenni a vezető halálok szerepét, úgyhogy most egyre nagyobb figyelem irányul mindenhol a daganatok elleni harc irányában. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm én is a beszélgetést. Dr. Peták István rákkutatóval beszélgettem itt a 90.9 Jazzy.